estét kívánok! Köszöntöm Önöket! Július 30-a kedd van, ezek a Györpuszt Televízió legfrissebb hírei. A gazdaságvédelmi akcióterv újabb intézkedései lépnek hatályba. Győrben is egyszerűsödik a cégek adminisztrációja, és még több beruházás valósulhat meg. Július 1-től igényelhetik a 2,5 milliós autóvásárlási támogatást a 3 vagy több gyermekes családok. A nagycsaládos lehetőség megmozgatta az egész magyar autópiacot. Komoly nemzetközi sikert aratott a győri balett szólistája. Dacsi Uematsu a neves Bécsi Nemzetközi Táncfesztiválon szerezte meg a 3. helyet férfi felnőtt szóló kategóriában. Hatályba lépett a májusban bejelentett gazdaságvédelmi akcióterv 2 újabb intézkedése. Erről Győr egyik országgyűlési képviselője számolt be a Győr Plusznak. Simon Robert Balázs kiemelte, tovább egyszerűsödik a vállalkozások adóadminisztrációja, és még több beruházás valósulhat meg a jövőben. A kormány azért indította az akciót, hogy a magyar gazdaság eredményeit a lassuló európai gazdasági teljesítmény mellett is megvédje, és hogy a növekedés a következő években is legalább 2 százalékponttal meghaladja az uniós átlagot. Miközben az Unióban már nem hasít annyira a gazdaság, Magyarországon továbbra is jól teljesítenek a vállalkozások. Ezt a növekedést akarja megőrizni a kormány, ezért indították el a gazdaságvédelmi akciótervet, amelynek egyre több intézkedése lép hatályba. Simon Robert Balázs szerint hazánk felkészült arra is, ha Európában válságba kerül a gazdaság. A második negyedévre vonatkozóan már láthatóak olyan jelek, amelyeket egyébként a világgazdaság is mutat, hogy egyfajta stagnálás vagy csökkenés következhet be. Éppen ezért ellensúlyozni kell ezeket a folyamatokat, a gazdaságvédelmi akcióterv ennek az egyik eszköze. A gazdaságvédelmi akcióterv fő elemei ugye adócsökkentés, a másik oldalon pedig a minimálbér, illetve a szakmunkás minimálbérnek az emelése. Mind a három tényező jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyar gazdaság tudja tartani a szintet, sőt a jelentősen az Európai Unió átlaga fölött szerepel, és én azt gondolom, hogy ebben az esztendőben ez így is lesz, hiszen még a legpesszimistább becslések is azt mutatják, hogy 4% fölött, valahol 4,3% körül lesz a gazdasági növekedés Magyarországon. A győri térség alapvetően jól teljesít, a körzet több szempontból is régóta vonzó a cégek számára. A gazdaságvédelmi akció pedig még több letelepedőt hozhat, például az ipari parkban, illetve a már itt működő vállalkozások tovább bővíthetnek. Győr továbbra is egy vonzó befektetési környezet. Ennek alapvetően 2 oka van. Az egyik az iparűzési adó mértéke, ami ugye országosan általában 2% körül van, de Győrben ez 1,6%-ra lett csökkentve az elmúlt években. Ez egy vonzó dolog lehet. A másik persze maga az ipari park, ahol nem csak nemzetközi cégek, hanem magyar közepes vállalatok is érdeklődnek, és annak a bővítése éppen pillanatnyilag is zajlik, és ott gyakorlatilag azt kijelenthetjük, hogy a területek elkeltek, tehát az érdeklődés fönnáll. A másik pedig, amit a kormány generál, elsősorban a magyar nagyobb és a nemzetközi tulajdonban lévő cégek irányába. Erre jó példa például az elektromotorok gyártásának támogatása, mintegy 6 milliárd forint értékben, az elmúlt héten került sor a bejelentésre, összesen 41 milliárd forint értékű beruházást valósít meg az Audi Győrben, tehát a kormány is, vagy a kormányzat is, a KKM is odafigyel a vállalkozások támogatására. A képviselő örömmel számolt be híradónknak a legfrissebb foglalkoztatási adatokról is. Simon Robert Balázs elmondta, 3,3%-ra csökkent a munkanélküliség, míg a foglalkoztatottak rátája elérte a 70%-ot. 2000-ben, 19 évvel ezelőtt voltak ennyire erős adatok a gazdasági növekedés tekintetében. Ez most még jobb lett.
a munkanélküliségi ráta pedig gyakorlatilag a rendszerváltoztatás óta sohasem volt ennyire jó. Országosan 3,3%, de ennél lényegesen jobb. A győri járásban 1,5%, Győr-Moson-Sopron megyében pedig most már kijelenthetjük, hogy tartósan 1% alatt van ez a ráta. A politikus hozzátette, a korábban várt 4%-ról 4,3%-ra módosította a GDP növekedési előrejelzését a GKI gazdaságkutató. Sima Róbert Balázs szerint hazánk az egész év során bőven túl teljesítheti az unió növekedését, és ez a pozitív tendencia a következő években is megmaradhat. Július 1-től igényelhetik a három vagy több gyermekes családok a 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatást. 7 személyes új gépjármű vásárlása esetén 2,5 milliós nem visszatérítendő támogatás fontos feltétele, hogy a család legalább 3 gyermek után legyen jogosult családi pótlékra, valamint az igénylő rendelkezzen érvényes B-kategóriás vezetői engedéllyel. Győrben is nagy az érdeklődés az autóvásárlási támogatás miatt, ami az egész magyar autópiacot megmozgatta. És két ilyen egyszer mozdulattal lesz az autó 7 személyes. Hét személyes családi autót mutat be az egyik győri kereskedés vezetője. Többek között a családi autók támogatásának köszönhetően a nyári időszakban sincs megállás a szalonokban. A családi autók vásárlása ugye a kormány által meghirdetett nagycsaládos támogató program. Vannak feltételei, ami a kormányhatározatban részletesen benne van, például ugye 3 gyereknek, vagy pedig 12 hetes magzatnak kell lennie, nem lehet köztartozás alatt a kigényli, illetve ugye olyan autónak kell lennie, ami legalább 7 személyes. A piacot megboldította, tehát azt kimondhatjuk, hogy óriási az igény, már a kormányhatározat, amikor nem is határozat, hanem amikor kijött az első terv, már akkor elég sok érdeklődő lett. Július 1-ével elindult a program, már az első érdeklődők be is futottak, folyamatosak a szerződések. A kormány több mint 10 000 darab autót vár már idénre, plusz szerződést, és én azt gondolom, hogy ez nálunk is le fog csapódni. A támogatásra pályázóknak érdemes alaposan körbenézni a piacon, hiszen a szóba jöhető közel 50 modell többféle konstrukcióban és további kedvezményekkel is elérhető. A kínálat az elég nagy, tehát a márkák között több mint 50 fajta típus van, amiből lehet válogatni, egészen a középkategóriás autóktól, egészen a buszméretű, tehát ilyen 9 személyes autókig. Nálunk is elég széles a vertikum, amiből lehet válogatni. Jellemzően egyébként ez ilyen 6-8 milliós forintos autókat keresik az ügyfelek, bár előfordulnak, mint említettem, nálunk ezek a 8-9 személyes buszok is. A statisztikák szerint még februárban a támogatás bejelentése előtt heti 5000 keresést indítottak 7 üléses személyautókra, ez a szám májusra megötszöröződött, és heti 25 000 keresésre nőtt. Ez a program abszolút felbojtította az autópiacot, tehát érezhetően voltam kereskedő találkozókon, és minden autókereskedő várta ezt a programot, illetve a kiírást. Egy icipicit még, ugye mi a program elején vagyunk az ügyintézéssel kapcsolatosan, még nem annyira vagyunk tapasztaltak, de minden kereskedő nagyon várta, és érezhetően elindultak a szerződések, indulnak a számok. Az, ami számunkra például különleges, hogy a magyar piac, meg általában az európai autópiac átállt a telep, szabadidő telepjáról jellegű autókra, és most egy picit visszamozdult az eddig háttérbe szorult 7 személyes egyterű jellegű gépkocsikra. Az autóvásárlási kedvezmény lehetővé teszi, hogy a nagycsaládosok a futásmentes, akciós szalonautókat is megvásárolhassák. Egy újabb, kicsinek tűnő, de annál nagyszerűbb fejlesztés. Rá se lehet ismerni a Szabolcska utcai 10 emeletes előtti területre, ahol korábban a por, eső után pedig a sár volt az úr. A környéken lakók kedvelt találkozási helyét a közelmúltban kicsinosították, letérkövezték a placot, és vadonatúj padokat helyeztek ki. A lakók kérésére tették rendbe a környezetet a körzet önkormányzati képviselőjének közbenjárásával, aki fontosnak tartja, hogy ne csak a nagy beruházásokat, de a kisebb felújításokat is támogassa. A környezet azért egész másabb a
gyerekek szemszögéből is, mert itt közel van a játszótér. Jól esik a délelőtti hűsölés az árnyas fák alatt, a Szabolcska utcai 10 emeletes előtt korábban általában a por, eső után pedig a sár volt az úr, a környéken lakók kikapcsolódását pedig mindössze 2 kissét tönkrement pad szolgálta. Pedig az itt élők szívesen jönnek le a parkba, és most már kulturált környezetben tölthetik szabad idejüket. Hálásak is a kis, de annál nagyszerűbb fejlesztésért. Rendezett lett a környezetünk, hogy maga a elrendezése a padoknak, meg a környezet, hogy tisztaságrend, és maga a környezetünk. A kisgyerekes anyukák környezet részéről is könnyebben le tudnak ide jönni, a gyerekekkel játszótérre jönni, a padokon leülni. Tisztaság, rend és uralkodik. Ilyenkor nyáron jól jön egy kis frissítő, amit egy korábban felszerelt ivókút biztosít a Szabolcska utcai 10 emeletes mögötti területen. Az előbb bemutatott mini pihenőpark mellett a folyamatosan bővített játszótér is népszerű. Modern eszközökön játszhatnak a gyerekek, akiket az út felől kerítés is véd. Azért jó itt lenni, mert el szoktam itt hát intézkedni, mert el szoktam itt tűtökelni, szépek a kilátás, meg jó a madarak. Meg amúgy itt lakom nem messze, és nagyon ennyi volt, ennyi jó benne. Korábban a játszótér és legutóbb a park kialakítását is a körzet önkormányzati képviselője támogatta. Radnóti Ákos szerint ugyanis fontos, hogy ne csak nagyobb fejlesztések valósuljanak meg, de a lakók igényei szerint kisebb újítások is történjenek Hadivárosban. Komoly nemzetközi sikert aratott a Győri Balett szólistája Daichi Uematsu. A július 15-e és 21-e között Bécsben megrendezett VIAF Nemzetközi Táncfesztiválon férfi felnőtt szóló kategóriában a 3. helyet szerezte meg. A táncművész Velekei László művét adta elő, amivel a legjobb előadás díját is megnyerte az osztrák fővárosban. A rangos táncfesztivál színvonalas gáláján egyébként Herkovics Eszter Adria és Luigi Annone is képviselték a Győri Balett társulatát. Áprilisi képek az új balettterem átadásáról, itt még évad közben próbáltak a társulat tagjai. Többen már nyári szabadságukat töltik, de vannak, akik ilyenkor sem állnak le. Herkovics Eszter Adria és Luigi Annone táncművészek Velekei László Piano Place Etüdök Liszt és Wagner műveire című alkotásának egy részletét adták elő a napokban Olaszországban, ezzel pedig díjat nyertek egy rangos versenyen. A Győri Balett szólistája Daichi Uematsu szintén Velekei László művét adta elő, és a férfi felnőtt szóló kategóriában 3. helyezést ért el a Bécsben megrendezett VIAF Nemzetközi Táncfesztiválon. Arról kérdeztük a Győri Balett művészeti vezetőjét, mit jelentenek ezek az egyéni elismerések a társulat számára. Nagyon fontosnak tartjuk Kis János igazgató úrral közösen, hogy egy olyan értékrendet képviseljünk, ami az egész világon megállja a helyét. Egy picit manapság talán divat ez a fizikai tánc, a fizikai táncszínház most a magyar táncművészetben. Mi próbáljuk, talán fogalmazhatok így, egy kicsit a konzervatívabb értékeket megóvni. Természetesen az előadásunkkal, ahogy mindig szoktam fogalmazni, hogy kommunikál a közönséggel, nekik szól. A táncművészeinken pedig az esztétikum, a képzettség, az alázat, a hivatástudat, ezek mind-mind fontos szerepet játszanak az életünkben, ugyanúgy, hogy a Győri Balett életében is. És azt gondolom, ezek olyan értékek, ahol a világ bármelyik táján megállja a helyét, ezért is vannak sikereink, hatalmas sikereink, akár külföldön, akár ez ilyen nemzetközi versenyeken is. Ezeken a megmérettetéseken több száz táncos vesz részt, a világ minden tájáról érkeznek, hogy megmutassák magukat a szakértő zsűri előtt. Rengetegen érkeznek egy ilyen táncversenyre, ha jól tudom, Egyesült Államok, Izrael, Kína, Dél-Korea, Japán, és ugye természetesen Európából. Nagyon-nagyon furcsa megfigyelni azt a tendenciát, hogy Ázsiából özöllenek, tehát hogy szerintem csak Ázsiából volt 200 táncos, aki úgy gondolna, szeretné megmérettetni magát, iszonyatosan fejlődnek, iszonyatosan jönnek fel, már a fizikumuk is változik, tehát hihetetlen micsoda energiák összpontosulnak ott, és mi egyszerűen veszünk egy lapot, kitöltünk egy adatlapot, bejelentkezünk, megkérdezik, hogy melyik kategóriába szeretnénk indulni, és kivárjuk a sorunkat.
Ilyen egyszerű a recept, gondolhatná bárki. Természetesen rengeteg munka van az elért sikerek mögött. A győri balett táncosai most jól megérdemelt pihenőjüket töltik. Rájuk fér a pihenő, hiszen augusztus 21-től egy minden eddiginél keményebb és összetettebb évad vár rájuk. Nagyjából 2 hete jelent meg először a győri piacokon és boltokban a friss hazai görögdínye. A vásárlók nagy örömére azóta is dübörög a jó minőségű magyar piros belű a standokon. Híradónk stábja a vásárcsarnokba látogatott, ahol 249 forintért adják a közkedvelt gyümölcs kilóját. Idén várhatóan 200 ezer tonnánál több görögdínje terem a földeken, jelentősen meghaladva a tavalyi 158 ezer tonnát. Mi a különbség a magyar és a görögdínye között? Mivel jobb a magyar? Hát gyakorlatilag itt a talaj adottságai meg a éghajlati jövő az, ami meghatározza az gyümölcsöknek a minőségét. A jó földrajzi adottságoknak köszönheti a magyar dinnye a sikerét, vallja az egyik kereskedő a győri vásárcsarnokban. Már csak nem 2 hete találkozhatnak a vásárlók a hazai közkedvelt nyári gyümölcsel a standokon. Nem véletlen a népszerűsége, hiszen általában friss, zamatos és édes, de milyen az idei magyar piros belű. Tökéletes, ami ennek lenni kell. Beindult végre a magyar dinnye szezon, már nagyon várták a vásárlók. Most jelenleg is elég sok dinnyét adunk el, amióta megjelent. Ha az árát nézünk a tavalyihoz képest, vagy az elmúlt évekhez képest, mennyire változott az ára? Szerintem hasonló a tavaly ilyenkor is, szerintem ekkörül mozgott a dinnye ára. Még egyenlőre 250 forintért áruljuk a magyar dinnyét, de szerintem a jövő héten már 200 körül lesz kilója. 2 hete van magyar dinnyénk, nagyon finomak, jó idő volt rá, megkapta azt, amire szüksége van, és most nem kivételesen, mert nem szabad ilyet mondani, de nagyon finomak a magyar dinnyék, jobbak, mint a görög dinnyék. És mennyire keresik a vásárlók kifejezetten a magyar dinnyét? Kifejezetten keresik ezt. Most már keresik kifejezetten, mert ugye ha elterjed az, hogy finom a magyar dinnye, akkor nyilván egyébként is azt szokták venni, de így meg főleg. Kifejezetten jó minőségű tehát az idei magyar dinnye, legalábbis a kereskedők szerint. De mi a helyzet vásárlófronton? A külföldi görög vagy a magyar görög dinnyét keresik a vevők. Magyar dinnyét ilyenkor a szezonja van, és imádjuk a dinnyét, és az úrtól szoktam venni, mert itt mindig finom van, és évek óta. Van összehasonlítás alapján, mi a különbség? Mivel jobb a magyar dinnye, mint mondjuk a görög, a külföldi? Szoktam venni, tehát külföldit is, görögöt, spanyol, de az íze, az amata azért a magyarnak sokkal jobb. Nem csak finomabbak, de jóval méretesebbek is a magyar gyümölcsök. A kereskedő szerint az igazi dinnye 10 kiló felett kezdődik. Az itt látható standon is a nagyobb méret dominál. 8-15 között igazából az én termelőm szerint 10 kiló alatt a dinnyetök. Tehát ezeknek jobb az íze egyébként, tapasztalatom. Ezeknek a nagy dinnyéknek. És ezeket is keresik? Ezeket is keresik. Daraboljuk, tehát lehet belőle negyedet is vinni. Ezeket szeretik a vásárlók. A magyar dinnye szezon tehát dübörög. A győri vásárcsarnokban 249 forint per kilogramm áron kaphatók. Van a magyar sárga dinnye is a pultokon. A mézédesnek 219 forintba kerül kilója. Szerdai híradónkban a gyümölcs és zöldségfronton járjuk körbe a népszerű piacot. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, szerda este 7 órakor várjuk Önöket. Itt a Györfusszom.